Sziasztok! Ma matekozni fogunk, de mivel nyári szünet van, ezért nagyon kíméletes lesz a téma. Magyarországon a becslések szerint 1,8-2,5 millió kutya van, ami egy 10 milliós országgal számítva, ez azt jelenti, hogy minden negyedik-ötödik emberre jut egy kutya. Azt is lehetne mondani persze, hogy minden emberre jut egy negyed-ötöd kutya, de az azért elég morbid lenne. Ráadásul ezek közül 100 000-es nagyságrendben vannak azok a kutyák, amelyeknek nincsen gazdája, tehát vagy kóborolnak, vagy pedig valamilyen menhelyen vannak. Ez pedig azt is jelenti, hogy ha valaki kutyát szeretne, akkor bizonyára a túlkínálat miatt nem igazán kell hosszú várólistára számítania. Jó, abba azért nem menjünk bele, hogy az emberek nagy része ilyen kicsi kölyök kutyát szeretne, mert hogy azok rettentő cukik, és azokból nyilván nincsen ennyire sok. És Lajka egy tök jó példa ahhoz, hogy megnézzük, hogy mennyibe is kerül egy ingyen kutya. Őt 4 hónaposan találtuk az utcán, tehát lényegében egy fillérünkbe se került. Hát ez nem egészen így van. Csináltam egy gyors számítást a költségekről, hogy nagyjából mennyibe kerülhet egy ingyenes kutya az első évében. Szeretném hozzátenni, hogy most a városi kutyákról van szó. Én is találkoztam már olyan juhásszal, akitől, amikor megkérdeztük, hogy mivel leteti a kutyáit, akkor azt mondta, hogy elég nagy juhállománya van ahhoz, hogy mindig legyen annyi elhullott birka, hogy ezzel a kérdéssel ne nagyon kelljen foglalkoznia. Végül is a kutyák húsevők, úgyhogy ez egy win-win szituáció, nem? De azért nyilvánvaló, hogy sokan vagyunk olyan kutyatartók, akiknek a kutya mellett nincsen még egy nyájuk is otthon. Kézenfekvő lenne ezután a kajával kezdeni, de én máshonnan fogom indítani a számolást, tekintve, hogy vannak olyan kötelező költségek, amit nem lehet megkerülni, ezek az állatorvoshoz köthetők. Azt bizonyára tudjátok, hogy minden kutyának szüksége van veszettség elleni oltásra. Ez törvényi kötelezettség, az első életkor előtt 2-szer kell megkapnia ezt az oltást, utána pedig minden évben 1-szer. Ezeket az oltásokat csak állatorvos adhatja be, az árak azok változnak, nem azért, mert változik az oltóanyagnak az ára, hanem azért, mert bizonyos állatorvosok beleépítik a szolgáltatás költségét is az oltásba, van, ahol ezt külön kell vizsgálati díjként megfizetni, de nagyjából összehasonlítva az árakat, számoljunk olyan 6500 forinttal veszettség elleni oltásonként, tehát az első évben 13 000 forint elmegy csak a veszettség elleni védekezésre. Másik kötelező elem, azt hiszem 2010 óta, a transponder, vagyis hétköznapi nevén a chip, amit a kutyákba ide nyakkörnyékre szoktak rakni általában. Ennek az ára általában 3500 forint, nyilván az árak eltérhetnek, de ezt úgyis általában egy menetben szokták beadni az első veszettség elleni oltással, tehát ott nincsen plusz költség, amivel számolni kellene ebben az esetben. Ezek voltak tehát a kötelező állatorvosi költségek, de mivel városi környezetben vagyunk, ahol a kutyák nagyon gyakran találkoznak egymással, fertőzési gócok alakulnak ki, ezért vannak olyan kórokozók, ami ellen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tanácsos védekezni. Jobb félni, mint megijedni, meg jobb megelőzni, mint átesni a betegségeken és viselni ezeknek a költségét. Itt jönnek szóba az úgynevezett kombinált oltások, amelyek több kórokozó elleni vakcinát is tartalmaznak, például a szopornyicáét vagy a parvóét. Ezek a kiskutyákra mind nagyon veszélyes kórokozók. Ha egy ilyen oltást beszeretnétek adatni a kutyának, akkor olyan 7000 forint körül kell számolni, persze ez lehet több, lehet kevesebb, ezt nem fogom minden alkalommal elismételni. 3 ilyet szokott kapni a kiskutya az első évében, tehát ha 7000-rel számolunk, alkalmanként akkor az 21 000 forint lesz. És ne feledkezzünk meg a külső, illetve belső parazitamentesítésről sem, ami változó lehet attól függően, hogy mekkora kutyáról van szó. Lajka esetében egész évre számítva ez nagyjából 10 000 forint körül alakul. És ha azt hinnétek, hogy ezzel vége van már az állatorvosi kiadásoknak, nos, jön az egyik legnagyobb tétel, az ivartalanítás. Erről a kérdésről nem szeretnék vitát nyitni, maradjunk annyiban, hogy 1,8-2,5 millió kutya van Magyarországon, és a cél az lenne, hogy mindegyiknek legyen gazdája. És ehhez azért az is hozzátartozik, hogy nem szeretne minden negyedik-ötödik ember, a csecsemőket is beleértve, kutyát. Tehát oda kellene figyelni arra, hogy mennyi kutyát hagyunk szaporodni. Az ivartalanítás kankutyáknál olcsóbb, szukáknál valamivel drágább, 30 000 forint körül alakul. Vannak olcsóbb és vannak drágább megoldások, erről egyébként az állatorvos beszélt korábban, hogy ennek mi minden oka van. Én annyit tennék hozzá, hogy az se teljesen mindegy, hogy mondjuk az állatorvosnak milyen költségeket kell beleépíteni egy-egy szolgáltatásba, tehát nem mindegy, hogy mondjuk Budapest belső kerületében kell az állatorvosi rendelőt fenntartania, vagy mondjuk valamelyik kisebb helyen.
helyen, ahol sokkal olcsóbbak az ingatlanok bérleti díjai. És ez csak egy eleme volt, nem fogok belemenni az egész számításba. Tehát ha összesítjük az állatorvosi költségeket, akkor ha jól számolom, 77.500 forintnál tartunk. 77.500 forint az első évben. Jó hír viszont, hogy mondjuk az ivartalanítást, ami önmagában is egy elég nagy tétel, csak egyszer kell megcsinálni a kutya élete során, és a kombinált oltásokat sem kell ilyen gyakran adni majd a későbbiekben. Rossz hír viszont, hogy bizonyos költségekkel egyszerűen nem lehet előre számolni. Ebben a korban ugyanis a kutyák még hajlamosak megenni bizonyos dolgokat, megrágni bizonyos dolgokat, olyan helyekre menni, ahova nem lenne célszerű nekik, ebből pedig újabb egészségügyi kiadások származhatnak, amelyek jellemzően nagyon nem olcsók. Csak egy példa, múlt héten egy nagyobb kutyás társasággal voltunk sétálni, ahol egy celeburdi kiskutya játék közben egy elég nagy magasságról leesett, és súlyosan megsérült a könyöke, amit műteni kellett később. Úgyhogy egyrészt lehet, hogy nem fog tudni már rendesen járni a kutya a hátralévő életében, másrészt egy elég nagy kiadást jelentett a gazdáinak. Hiába figyeltek oda nagyon-nagyon a kiskutyákra, ilyen balesetek sajnos előfordulhatnak. A kutyákat persze nem csak vakcinázni, ivartalanítani vagy éppen gyógyítani kell, hanem arról is gondoskodni kell, hogy megfelelően fejlődjenek, úgyhogy rendszeresen célszerű etetni őket. Ez nagyon-nagyon erősen változó tétel lehet, függ attól, hogy mekkora kutyánk van, illetve mivel etetjük őket. A szuper prémium tápoktól egészen a nagyon silány tápokig nagyon-nagyon-nagyon széles skálán mozoghat az ár, viszont feltételezem, hogy nem az a célunk, hogy egy nem megfelelően táplált kutyát tartsunk, úgyhogy jó a kajára odafigyelni. Úgy számolom, hogy ennek a kis állatnak, aki alig-alig eszik, az éves tápja nagyjából 20.000 forint körül mozog. Nagy testű kutyáknál, akik az életük első szakaszában rengeteget tudnak zabálni, ez ennél egy sokkal, de sokkal nagyobb költségtétel is lehet. És emellé jönnek a kutyatartás egyéb kellékei is, mint például a póráz, a nyakörv, a szájkosára, a kakizzacskó, a fekhely és egyéb hasonló dolgok. És itt szeretnék eloszlatni egy félreértést. Ha ezek a kellékek nem okoznak sérülést, nem kockáztatják a kutya egészségét, illetve nem okoznak neki indokolatlan kényelmetlenséget, akkor a kutyát nem érdekli, a kutyát nem érdekli, hogy az a termék mennyibe került, milyen színű, mintájú, állapotú, illetve hogy milyen marketing szöveggel vettek rá téged arra, hogy megvásárold őket. A kutya drága itatótál helyett minden további nélkül meg fogja inni a vizet egy régi tányérból is. Akkor sem fogja kevésbé csóválni a farkát, hogyha póráz helyett egy madzagon sétáltatod. És egy használt örülközőn is teljesen kényelmesen tud aludni. Ennek ellenére persze megveszük a kutyáknak a különböző itatótálakat, fekhelyeket, stb. Erre alsó hangon számoljunk mondjuk 25.000 forintot, mert mindent nagyon jutányosan be tudtunk szerezni. És akkor ott vannak még a különböző labdák, játékok, amikkel a kutya le tudja magát foglalni, vagy mit tudunk velük játszani. Ez nagyon fontos, hogy mi azért gyakran játszunk a kutyákkal. Sőt, ez nekik talán az egyik legfontosabb dolog. Én egyébként labdákat nem nagyon szoktam venni a kutyáknak, valahogy egy dinamikus egyensúly beállt egy idő után, körülbelül ugyanannyit találunk a parkokban, mint amennyit elveszítünk, úgyhogy a kezdeti befektetés után labdára már egyáltalán nem költök. Tehát ha az életmód kiadásokat összeadom, akkor az 55.000 forint. Az egészségügyi és ez a tétel együttesen pedig 132.000, már ha jól számoltam. Tehát ez a kiskutya az élete első évében, amit nálam tölt, 132.000 forintba kerül, és ezután jönnek azok a költségek, amire egy barátom azt is mondja, hogy ezek nem kutyatartási költségek, hanem a retartált gazdidíj. Ez pedig az, amire egy fél mondat erejéig korábban már utaltam. A károk, amit a kutyák el tudnak követni. Na, erre nyilván megint csak nem lehet felkészülni, minden kutya más és más. Kumisz például, aki ott van a háttérben, egész élete során, most 6 éves, 3 dolgot rágott szét. Egy ventilátor kábelét, egy papucsomat és egy alsógatyámat. Lajke ezzel szemben, ha jól számolom, az elmúlt 3-4 hónapban, amióta nálam van, már nagyjából 60.000 forintnál tart. Rágott szét papucsokat, cipőket, tollakat, kábeleket, SD kártyaolvasót és még nagyon sok minden más. Nyilván azért hívja ezt egy barátom a retardált gazdi díjnak, mert hogy oda kell figyelni a kutyára, és nem szabad ezeket széthagyni. De hozzáteszem, hogy néha mind retardált gazdik vagyunk.
És most felvethetitek, hogy minek kell ennyit költeni egy kutyára, állatorvosi ellátásra, tápra, táplálékkiegészítőkre, játékokra, amikor mondjuk a farkasok is tök jól el vannak a vadonban, lényegében ugyanezzel a genetikai állománnyal. De ehhez az is hozzátartozik, hogy egy farkas miután túlélte a kölyökkort, nagyjából 5-6-7 évre számíthat. Nekünk pedig azért az is célunk, hogy a kutya, amit befogadunk, azért a lehető legteljesebb életet tudja élni. Ezzel a videóval persze nem arra szerettem volna célozni, hogy ne fogadjatok örökbe kutyát, mert hogy úgyis rengetegbe kerül, hanem épp ellenkezőleg, mielőtt befogadtok egy kutyát, számoljatok ezekkel a költségekkel is, hogy ne azért kelljen szerencsétlennek újra az utcára, vagy éppen menhelyre kerülnie, mert kiderül menet közben, hogy volt egy nem várt orvosi költség, vagy éppen többbe kerül a kutyának a fenntartása alapból is, mint amit eleve meg tudnátok engedni magatoknak. Szerintem ez a felelős kutyatartáshoz abszolút hozzátartozik, de írjátok meg a véleményeteket odalent kommentben. Ha tetszett ez a videó, lájkoljátok, ha pedig várjátok a következőt, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Ha pedig úgy gondoljátok, hogy jók ezek a tartalmak és támogatnátok őket, akkor fontoljátok meg, hogy Patreonon havonta egy jelképes, mondjuk egy hamburger árával támogatjátok a szertárt. A linkeket berakom a videó alá. Sziasztok!